Miért van itt az anya a gyermekkel? Miért látjuk a kép központjában, tehát az aranymetszési pontban álló Jézust ilyen szereplőkkel körülvéve? Miért szerepel például Jézussal szemben ez a farizeus, akinek a leghevesebb gyűlöletet megmutató társa szintén vele szembe van? Egyáltalán ki ő és ki ő? Párizsban kitalálta az a 300 ezer ember, aki néhány hónap alatt ott tolongott, mert látni akarta a festményt. Óriási siker volt. Ateisták, materialisták azt mondták, hogy igen, ez egy gondolkodtató festmény, odafigyelek, és fél órát álltak a festmény előtt. Katolikusok, reformátusok, zsidók, evangélikusok, egy egyház, egy felekezet sem tudta támadni Munkácsit, mert Munkács olyan mélyre ásott, annyira mélyen fejezte ki az egyes jellemeket, az egész szituációt, és tágítva a festészetnek nem csak térbeli, hanem időbeli kereteit is, hiszen itt időben több mozzanatot visz fel a festményre. Mondom, erre csak egy részletes elemzés vállalkozhat, hogy ezt a nézőközönség elé állítsa.